Kedves kollégák, tisztelettel köszöntelek titeket a Salgótelepi Szakképzési Centrum vezetése nevében. Tisztelettel köszöntöm polgármester urat, aki elfogadta meghívásunkat. A szakmák éjszakájáról fogunk egy kis rövid bemutatót tartani, és csinálnak mindenhez majd a fiatalok reményei szerint a Városházi Parkolóban pár perc múlva. Izgalmas, érdekes programokkal készül Bátor és az iskola. Szeretném megszólítani a környékben élő fiatalokat arra, hogy válasszák ezt a 70 éves könyvtel rendelkező iskolát alma materükként. Válasszanak olyan szakmákat, amit érdekesnek találnak, amikben örömüket, kiteljesedésüket találják meg, és ami egy jó megélhetést biztosít majd a jövőben a számukra. Mi legyen a sorrend, kezdjük el egy bemutatkozó klippel a szakképzési centrum és iskolái, ami látható a következő egy percben. This is Jet. Mi volt az a kezdeti visszút? SSC.hu. Kösz, jövök egyen. Itt innen megtalálsz. Szakmák éjszakája 2019. április 12. További információ a www.ssc.hu. Pontosan gondolja a Bátori Kerenye azt, hogy van egy ilyen oktatási intézménye, és hogy mit gondol erről, azt szeretettel kérem, hogy mondjuk a polgármester, azt mondja el. Hát, tisztelt kancellár úr, igazgató úr, kedves résztvevők, sajtóképviselői, sok szeretek köszöntöm őket a mai sajtótájékoztatókból. Mondhatnám picikét úgy, hogy belekerültem ebbe a sajtótájékoztató, mint Pilátus a Krédóba. Annak oká, hogy van egy szakmunkásképző intézményünk Bátori Kerenyén, de igazából ez nem Bátori Kerenyén, sokkal kiterjedtebb, ez egy megyei program, aminek én nagyon örülök, és tényleg támogatni tudja az ember ezt a kezdeményezést. Először is örülök, hogy Lembicki Ferenc kancellár úr és csapata ezt az iskolát választotta a sajtótájékoztató helyszínéül. Több okú kifolyólag is. Egyik ok az az, hogy 70 éves múlva tekint vissza ez az intézmény, a másik pedig talán itt tudjuk a legsarkalmasabban megmutatni azt a tényt, hogy bizony-bizony folyamatos megújulásra van szükség a szakmunkásképzésre. Tehát miközben egy folytonosság mutatunk, hiszen bájárképzőként alakult az intézmény a bányászathoz, az akkori igényekhez, de most már a 21. században és akár Magyarországon, Európában, de mondta, hogy az egész világot, de akár itt szűke Pátriánkban, Nógrád megyében és Bátori Kerenyén is új igényeknek kell megfelelni. Sajnos még mindig működik a szülői fejekben a sztereotípia, hogyha fiam, hogyha valami legyen belőled, akkor menjél iratkozzál be gimnáziumba, most már pedig menjél, hogy szerezzél diplomát. Egyre inkább azt mutatja egyébként a tendencia, hogy nagyon sok diplomás megy ki külföldre és elkezd mosogatni, hogy boldogabb élet éljen Londonba, Franciaországba, Skandináviába, és akik pedig rendes szakmával rendelkeznek és megtanulják a szakmájukat, még Magyarországon is nagyon szépen meg tudnak élni. Úgyhogy én azt tudom mondani minden egyes szülőnek, bizony-bizony választanak bármely szakmát, az nem baj, hogyha a gyerek tovább képzi magát, majd később is érettségit szerez, és mellette még diplomát is szerez, de bizony-bizony szerezzen egy tisztességes szakmát. Most azzal Európában, de szerte a világban szerintem jobban meg lehet élni, egy kis ügyességgel jobban lehet keresni, mint bizonyos diplomás szakmákkal. Több benne a potenciál. Látjuk azt, hogy most már
például egy-egy épületgépészre, egy-egy villanyszerelőre vagy gázszerelőre lassan egyéves előjegyzések vannak, vagy burkolóval egyéves előjegyzések vannak, hogy megcsinálják a házakban a munkát. Annyi munkájuk van. Tehát jelen pillanatban szakember hiány van az országban és Európában is. Éppen ezért mindenkit biztatok arra, hogy válasszon bátran, piacképes, jó szakmát magának. És amiért, amivel kezdtem, hogy szinte egy folytonosságodat és az intézmény is miért örülök ennek egy másik része, hiszen bár 70 éves múltra mutat vissza, de Báthori Tavás önkormányzata fontosnak tartja azt, hogy az intézményt van a városában. Két nagyon fontos felújítás volt az intézményen belül. Az egyik az, amikor a sportcsarnokot rendbetettük önkormányzati forrásból. A belügyminisztériumi pályázati forrás az arra volt elég, hogy a tetőnek a szerkezetét vettük meg, a másik önkormányzati forrásból folytottuk rá, és 2014-ben felújítottuk. Ezzel a versenyképességét erősítettük az iskolának, és rá egy-két évre pedig ugyancsak önkormányzati pályázottan, de energetikai felújításra került, tehát külsejében megújult ez az intézmény. Tehát nem csupán azt szeretnék, hogy múltja van, vagy szép múltja van az intézménynek, hanem szeretnék, hogy szép jövője is legyen. Ehhez persze kéretik majd a itteni pedagógusok a rugalmassága, hogy teljes mértékben mérjék, hogy mire van szükség helyi igények szerint, és olyan szakmákat tudjunk elindítani, amelyek ténylegesen versenyképesek tudnak lenni. Talán egy-két saját elképzelést tudnék mondani ezzel kapcsolatban. Kancellár úrral beszélgettünk róla annak okán, hogy városi képviselő is, megfontolás tárgyává tenni. Az egyik az, hogy élni kellene a testvér települési kapcsolatainkkal. Tehát van kínai testvér településünk, lehet, hogy ezzel élni lehetne, akár két tannyelvű képzésnek az indítását, vagy pedig vendégadó előadók hívását. Az a furcsa állapot van már, hogy Kína nagyon sok tekintetben elgyorsult Európát, tehát lehet, hogy az ottani szaktudást be lehetne hozni innovációba, akár ebbe az intézménybe, a testvér település okán. Egyébként erre a testvér településünkön volt is szándék, tehát vittek el minket is ilyen szakmunkásképző intézménybe, és kérték azt, hogy akár egy közös programot tegyünk le, akár pedagógusok vendéglátogatása, áttanítása, vagy akár diákcsere programot is. Hát ehhez egy erősebb nyelvi képzés kell az intézményben azért indítani, hogy nem csupán a magyar nyelvet tanulják meg, hanem akár angolt, most ugye az angol a világnyelv, mondhatjuk azt, angolt vagy németet tanuljanak, hiszen helyben is nagyon-nagyon sok cég van, amelyben lassan már előnyé válik az, hogy valamilyen nyelven beszélnek. Itt helyben vagy pont az a jellemző, hogy nem az angol lenne a jelentős, hanem a német tőke jelentős a megyében, illetve az olasz cégek vannak még jelen, tehát német és olasz nyelvismeretet is megfontolás trágyává tenném az iskolából, hogy akár egy erősebb, intenzívebb nyelv tanfolyamot kapjanak a gyermekek. Egyébként gratulálok a kezdeményezéshez, köszönöm, hogy Báthori terenyét választották. Én látom most a meghívóban, hogy nagyon jó cégeket választottak, mind helyszínként, hiszen egy kis céget választottak, de pont azért, mert van német kapcsolata, tehát Németországban is dolgoznak kint dolgozó, és itt Báthori is van telephelye, nagyobb telephely, és az intézmény is lehetővé teszi azt, hogy egy konferenciát vagy a szakmák éjszakán megtartsanak, egy jó intézményt választottak, de látom, hogy nagyon jó cégeket választottak ugyancsak, tehát mind a város egyik legnagyobb cégét, másik pedig az egyik legmunkaigényesebb német cégét választottak, tehát pont az olasz és a németről beszélek e tekintetben, a harmadik pedig egy magyar cég. Ezt is felületék, én gratulálok ezt a kezdeményezéshez, teljes mértékben támogatni fogjuk, és kancellár úr, igazgató úr, jó magam nevében és a városvezetés nevében is tudom ezt mondani, hogy támogatjuk azon kezdeményezésüket, hogy ez az intézmény még erősebben, dinamikusabban fejlődjön, és tényleg a Báthori terenyei, Nógrád megyei diákok itt Báthori terenyén találják majd meg továbbtanulási lehetőségüket versenyképes szakmák keretei között. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen, polgármester úrnak. Kancellár úr, városatyaként és ennek az intézménynek egykori tanára, a műszaki ilyen-olyan szintű vezetőjeként, jó ismerője, úgyhogy ennek ellenére csak rövid egy-két mondatot kérnék kancellár úrtól is, főigazgató helyettes úrtól is, és utána, ha lehet, akkor részletesen egy kicsit a jövő hétben, tehát a jövő pénteken megrendezésre kerülő szakmák éjszakát programokról, mert azt mondom, hogy érdemes lesz így az iskolába jönni. Köszönöm szépen, én is sok szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit, tisztelt polgármester úr, főigazgató helyettes úr, igazgató úr. A Salgó-Tarjány Szakképzési Centrum már negyedik alkalommal fogja megrendezni a szakmák éjszakáját. Ez egy országos kezdeményezésű program. Ilyenkor minden szakképzési centrum tagintézménye bekapcsolódik a rendezvénybe.
Azt tudom elmondani, hogy évről évre egyre több látogatónk volt. Az első évben még 1000 fő alatti regisztrációval voltunk, de a tavalyi évben már több mint 1200-an vették ezt igényben. Három helyszínen rendezzük, az egyik fő helyszínünk a Bátony terénye, illetve a Bátony terénén belül, ahol most vagyunk a Fáy András szakgimnázium és szakközépiskolai és kollégium, illetve az a cég, ahová a szakmák éjszakája rendezvény nyitó estéjét, nyitó rendezvényét fogjuk megtartani. Ugye ez a rendezvénynek elsődleges célja az, hogy a szakképzéseket, a szakmákat egy új formában tudjuk megmutatni a tanulóknak, illetve, ahogy a polgármester úr is elmondta, fontos, hogy szülőkkel együtt próbáljanak jönni a tanulók, tehát ez legyen egy családi rendezvény, egy családi szabadidős program, hiszen egyik legfontosabb az, hogy a pályaválasztás előtt álló tanulók megismerjék, hogy milyen szakmai kínálata van az iskolának, illetve nagyon fontos az, hogy a szülő is el tudja dönteni, illetve legyen egy elképzelése, hogy ez tényleg jó választása lesz a tanulónak, mert ez gyakran nem egyezik, hogy a tanuló vagy a gyerek más szeretne, mint amit a szülő elgondol neki, és hát azért valljuk be őszintén, tehát a szülő még mindig talán erősebb a családi kötelékben, mint a tanulónak a érdeke. Úgyhogy ez egy, tehát nagyon sok hagyományos pályaválasztási program van az év során, ez egy kicsit másmilyen, de már most azt lehet mondani, hogy ugye negyedik éve van, tehát ez is egy hagyománnyá válik, tehát ez is egy hagyományos pályaválasztásnak, egy családi rendezvénynek lesz tekinthető, úgyhogy hát 11 helyszínen több mint 100 programmal várjuk a szülőket, családokat, kis csoportokat, tehát vannak szervezett csoportok, vannak spontán, akik csak esetleg akkor tudják meg, és bejönnek az intézményben. Úgyhogy én azt gondolom, és azt kívánom mindenkinek, hogy aki teheti ezt a délutánt, ezt az estét, szánja rá. Ez tényleg egy jó programsorozat lesz, és utána akkor az igazgató úr el fogja mondani, hogy helyileg a szakképző intézmény milyen programokkal várja a rendezvényre részt kívánókat. Köszönöm szépen. Köszönöm a sajtó képviselőjét is, tisztelt polgármester úr, kancellár úr, igazgató úr. Hát a szakképző centrum vezetői beosztásaként dolgozó emberként én is nagyon váltom azt, hogy milyen problémákkal küzdünk szakemberek hiány tekintetében. Nagyon sok teendőnk van azon a területen, hogy a fiataloknak a orientációját, a szakma felé irányítását megtegyük, és ebben ugye ez a program egy rendkívül jó lehetőség. Ahogy ugye korábban most hallották itt a megszólóktól, egyre több diák, egyre több szülő jön be hozzánk évről évre, és úgy mennek el tőlünk, hogy valóban kaptak valamit ezen a délutánon is. Hogy mondjam ezt öröknek el, hogy amikor a program elkezdődik délután, akkor gyakorlatilag úgy kell lezárnunk 10 órakor, vagy még később a programot, mert a szülők, gyerekek nem akarnak tágítani a helyekről, és bizony-bizony doszogatni kell őket, hogy nézzenek már máshová is, mert annyi érdekességet találnak itt a szakmából, amilyet nem is gondoltak ők sem. Idén megint azt tudom mondani, hogy olyan nívós programokkal és gazdag választékkal várjuk az érdeklődőket, hogy el tudják tölteni a délutánjukat hasznosan, értelmesen, de ez az egyszeri alkalom nem azt jelenti, hogy az iskoláink, közte a FAI tagintézményünk sem tud más alkalommal lehetőséget biztosítani számukra. Én kérem azt tőlük, hogy ha az iskola megtetszett nekik, akkor mindenképpen jön ebben másik alkalommal, akár egyedi egyeztetés során is, és érdekli az iskolában, hogy milyen lehetőséget tudnak számukra biztosítani. Köszönöm. És Dániel László igazgató, milyen konkrétumból is tud szolgálni, miért jövünk ide április 12-én, akár szülő, akár nagyszülő, gyerekek, szomszéd, keresztapa, keresztmama, tesztában a hozzátartozóját. Köszöntöm én is a sajtó képviselőit, tisztelt polgármester úr, kancellár, főigazgató helyettes úr,
nagy öröm számunkra, mint intézmény számára, akik konkrétan a gyerekekkel foglalkozunk, hogy az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy ez a sajtótájékoztató itt. Azt hiszem az intézmény számára a jövője szempontjából is, és úgy gondolom, hogy az az erős múlt, ami mögött áll, annak a szempontjából is nagyon fontos, hogy minél több lehetőséget kapjunk arra, hogy megmutatkozhassunk, és ilyen lehetőségnek érezzük mi is a szakma éjszakáját, amelyiken ugye, ahogy elhangzott, már negyedik alkalommal veszünk részt. Közel 100-100 főt tudtunk mi az alkalmakon felsorakoztatni, tehát mi viszonylag kisebb intézmény is vagyunk némely más szakgimnáziumhoz, szakközépiskolához képest, de azt gondolom, hogy a szükség, ami a környéket, a körzetet elborítja, hogy így mondjam, annak mi megfelelőképpen eleget tudunk tenni, és azokat a tanulókat, akik ide jönnek hozzánk, azokat megfelelő oktatási lehetőségekkel tudjuk megkínálni, és ők, ha élnek ezzel a lehetőséggel, akkor olyan szakmákkal tudnak innen tőlünk távozni, amelyekkel a társadalomban, a cégeknél megállhatják a helyüket, tehát a vállalkozásokat segítjük ezáltal, és a ismert, és a KFT-ket, és a többi, akik részt vesznek a gazdasági életben, és nyilván nem csak a gazdasági életről van itt szó, hanem szó van itt nyilván a társadalomban, ugye a rendészet ágazatról is, és hát a honvédelem is előkerül itt ezen az intézményen belül. Hogy milyen programban várjuk a tanulókat, meg a szülőket, ugye, mert nyilván, ahogy el is hangzott, ez nem kimondottan tanulócentrikus, természetesen azért ez van mögötte, de nagy örömmel fogadjuk a szülőket, mert ezen időtájt már szülőkkel célszerű egy magyar igazi családnak közlekedni a világban, és azt hiszem, hogy a szülők is megtapasztalhatják azt, hogy mik azok a lehetőségek, amelyek majd itt fogadják a tanulókat, ha minket választanak. Nagyon fontos számunkra a pályaválasztás szempontjából ez, mert a tanuló létszám ugye az kisebb lesz, tehát az az igazság, hogy a tanulók, tehát a gyerekek, a magyar gyerekek, a magyar családokban ugye kevesebben vannak, tehát ezekre a területekre is kevés tanuló juthat, kevesebb, így fog így pontosítani, de azt hiszem, hogy az a lehetőség, amely azt az arányt próbálja megváltoztatni, ami manapság még megvan az oktatási rendszerben, a képzés területén, hogy többen fordulnak gimnáziumi lehetőségekhez, holott itt jobban megállhatnák a helyüket. De ez is úgy gondolom, hogy elhangzott már. Mik azok a programok tehát, amelyekkel mi várjuk ide a tanulókat? Mi egy ilyen hívó szót adtunk minden egyes program elé, tehát hogy mivel tudjuk becsalogatni a tanulókat. Az első az a szakmák régen és ma. Szakmatörténet kiállító termünkben tanulói munkáinkból van kiállítás. Korábban ugye szakmát szerzett tanulók, asztalos és a gépészet terén szerzett munkáinkból tartunk kiállítást, és itt fogadjuk a tanulókat, itt is. Második, jó szerencsét. Ez ugye a vályárképzéshez kapcsolódik, 1949-ben a vályárképzésre jött létre tulajdonképpen az intézmény, és ez hagyomány nálunk, amelynek meg szeretnénk felelni, úgy gondolom, hogy ezt a város is támogatja mindenképpen. Bányász emlékszobánk van, ahol rendkívül értékes múltbéli dolgot tekintetők meg. Vedd kezedbe jövődet, ahol most helyben vagyunk, smart elemet, idegen nyelvi, műszaki tantárgyak és közismerő tantárgyak bemutatója. Itt a tanulók, akik jönnek, leendő tanulók, azok el lesznek foglalva, érdekessé próbáljuk meg itt tenni ezt a termet, ezáltal nyilván a jövő oktatását próbáljuk meg. Közelebb hozni hozzájuk. Biztonságban élni, ugye említettem már, hogy fontos számunkra a rendészet és közszolgálat is. Itt egy szaktanterműnkben, 21-es szaktanterműnkben robotzsaru lesz kiállítva, és meg lesz mutatva, hogy mire képes. Rendőrautó, tűzoltóautó várja a tanulókat az udvarunkon, és
Önvédelmi bemutató, ugye szakmai tantárként önvédelmi bemutató az, ami a legnépszerűbb egyébként, ami alapján valóban választják nálunk a közszolgálati intéző szakmát. Igazgató esetleg még a pásztorról lehetne? Pásztor most először, tulajdonképpen mivel pásztorban is folyik napi rendszerű képzésünk is, és folyik esti képzésünk is, oda is szeretettel várnánk az érettségi után tanulókat, és ott is ugyanúgy várjuk a pásztor környéki tanulóinkat, akik tulajdonképpen hasonló dolgokat ad a gépészet, az asztalos szakma, annak a megvalósulása lesz bemutatva, ugye ott a környék pásztor és a környék szurdokusföking tart diákjainak, tehát ők lesznek erre a helyre invitálva, és ott hasonló bemutató lesz, mint ami itt az intézményünkben is. Nagyon szépen köszönöm, és akkor nézzük meg a példát.